hát nő meg 6 férfi, az 12, az egy tucat. Így jön ki a 12 idős ember. Elképzelek valamit, amit inkább szeretnék, és ahhoz próbálom igazítani ezt a 11-12 embert magam is, de ehhez ez egy fikció, és nem így van, és nem tudom ahhoz igazítani ezt a 11-12 embert ehhez az optimális állapothoz. Akkor, hogyha felmerül egy ilyen kis picike kis porszemnyi dolog azzal kapcsolatosan, hogy ő ártatlan és mi elítéljük. De akkor én felteszem a kérdést, és mi van akkor, hogyha ilyen kis picike kétség van abban, hogy ő nem ártatlan? Ez ugyanaz, és akkor felmentünk egy bűnöst. Szóval azért ez szerintem egy sokkal bonyolultabb kérdés, és nyilván itt hitvitákat napokig tarthatnánk ebben a témában. Baromira nem könnyű, és nagyon örülök, hogy nekem nincsen olyan szituáció az életemben, hogy ilyen döntést kelljen meghoznom. Remélem nem is lesz. A vallomás alapján úgy néz ki, hogy a fiú bűnös. Lehet, hogy tényleg az. Három napig ültünk a teremben, és hallgattuk, ahogy a bizonyítás felépült. Mindenki olyan magától értetődően beszélt, hogy kezdtem maga furcsán érezni. Semmi a világon nem ilyen magától értetődő. Az első pillanattól kezdve nem hangsúlyozom az ártatlanságát. Inkább arra hivatkozom, hogy a tények alapján nem lehet bizonyítani azt, hogy bűnös. Tehát, hogy alapos kétségek merülnek föl arra, hogy nem bűnös. Azt nem mondom, hogy ártatlan. Csak a tények alapján nem lehet fölvetni azt, hogy valóban bűnös. Fiát hazavárja, friss cipót rak az asztalra. Vannak hiteles és hiteltelen emberek. Olyanok, akik hiába mondanak logikus, egyértelmű dolgokat, akkor is a személyük, az agresszivitásuk, az ezt felülírja. Más emberekben, meg akikben meg valami elképesztő szabadság vágy van, vagy valami érdeklődés, kíváncsiság másik ember felé, az pedig bármilyen képtelen rendszer szerint, logika szerint gondolkozik, akkor is valahogy vonzóvá válik. És akkor ez egy olyan ember agyába, mint amilyen én vagyok, abban ezek szépen össze tudnak keveredni. 16 éves volt. Összekaptunk valamit. Belevágott a képembe ököllel. Tudja mekkora darab? És nem láttam 2 éve! Rohadt kölyök, hogy mi mit áldoztunk, mit küriztünk, nem tudják. Nem mindegy. Nyilván már egy pszichológusi feladat lenne ezt az embert megfejteni és kihozni abból a fajta lelki betegségből, amiből szenved. Pont valószínű, hogy az a gyere is mondja, hogy a lelkünket kitettük érte. Persze nyilván, hogy az más kérdés, de hát nagyon szeretheti a fiát, és ez egy olyan pofon az életében, ami olyan végletesen nyilvánul meg, hogy képes, mint egy szemellenzős ló menni az általa vélt saját igaza útján, és képes egy embertől egy életet is elvenni, ami borzalom. Ne válj haza, édesanyám, nincs már nékem házam hazám. Amikor eljátsza, hogy akkor most széket a gyerek alá konkrétan, és akkor én ott ülök abban a bizonyos székben, és akkor ott rájövök, hogy milyennek a történetnek a komolysága. Tehát, hogy komolyan kell venni ezt az egészet, és nem cukorkaevéssel kell foglalkozni. Elnézést, talán a szemüvege miatt? Igen, nem tudom, folytathatjuk? A szemüvege mély nyomot hagy az orrnyergén. Biztos irritálja. Eléggé irritál, ha ez megnyugtatja. Elnézést,
de soha nem voltam szemüveges. Ő egy katolikus írbevándorló családból származik. Ő már kint született Amerikában, a szeles Maine államban laktak. A 20-as években született ez a bácsi. Majd, mikor az iskoláit elvégezte, akkor a háború miatt tengerészgyalogosnak át, részt vett az olaszországi patraszállásban. Több kitüntetést is kapott, hősies viselkedése maga. Majd megismerkedett egy olasz hölgyel, ezért ott maradt pár évig. Firenzében segített az újjáépítésben, a Pitti palota mögötti Boboli kertben dolgozott sokáig, de ez a házasság sajnos nem tartott hosszú ideig. Ekkor elindult Európában, hogy felfedezze a gyökereit, Magyarországra is eljutott, és egy legendás barátság szövi össze Vörös Sándor íróval. Ott született ez a híres mondás, hogy Johnny, megiszunk-e 20 sört ketten, mondta az író. Ezek után hazament Amerikába, és a magánéletéről keveset tudunk, csak annyit tudunk, hogy való Brooklynban telepedett le, és egy állami középiskolában kertész. Szép álmomat, szép álmomat, mind meglopták. Az benne nagyon idegesítő, hogy teljesen nyilvánvalóan bűnös, illetve teljesen nyilvánvalóan ártatlan, és azt nem értem, hogy ez miért kell, hogy ennyi időt fölemészszen. Tehát vagy-vagy. És szerintem ez elég egyértelmű, hogy bűnös, illetve hogy ártatlan. És nagyon idegesítő, hogy ezzel ennyi idő megy el. Ennyi. Kapcsoljuk le! Mielőtt a fajtája kapcsol le minket komplette! Törvényt leszarom, mert miért? Ők is leszarják, nem? Na ez a lényeg! Pussolj már! Megvigyek az abcolját, kis ribaszti! Nagyon nagyot a pussolját! Üljön vissza! És azt a mocskos pofáját kinek is a még egyszer! Mindig ez van, hogy ilyenkor mindig valamilyen kérdéseket tesztek föl nekem, hogy erre kéne válaszolnom most, és fogalmam, nem tudom. Tényleg nem tudom, legyek okos, nem vagyok okos, nem tudom, mit tudom én? Biztos, igen, egyszerűen tényleg, egy hülyeséget nem akarok mondani, okosat nem tudok, bűnös. Szép vágyamat megtapostál. Férfiakról megvan a véleményem. Nem bírom ezt a nyers és primitív erőszakosságot. Úgyhogy egyszerűen kénytelen vagyok leállítani őket. Nem, nincs joga így játszani egy ember életével! Ez otromba, lelketlen és visszataszító! Ha jól emlékszem, a maga szavazata sem állta ki az idő próbáját, úgyhogy így nem beszélhet velem. De, igen is beszélhetek. Ha arra akarsz szavazni, hogy bűnös, akkor szavazzon arra. Ha meg arra akarsz szavazni, hogy ártatlan, azt meggyőződésből tegye. Ne azért, mert unatkozik. Vagy ennyi sincs magában, hogy megtegye, amit helyesnek lát. Bűnös vagy ártatlan. Nekem ez a demokráciában a legszebb, hogy az ember igény van. Hogy levelet kap, idejön, mert döntenie kell egy ember bűnösségéről, akit még nem is ismer. Akárhogy döntünk, mi nem fesztünk, vagy nem nyerünk semmit. De ebben részt vehetek, és itt vagyok, és képviselni fogom magam. Ne válj haza, édesanyám, csillagos ég házam hazá. Ilyen ide, persze, köztük élek. Tehát, figyelj. Ismerted Charlie Parkert, Birdet? Én igen, ott voltam a temetésén. Tudod, nem volt 30-50-nek nézett ki, azt hittem meghalt a zene. De aztán jöttek a srácok Chicago, Muddy Waters, Little Walker. Aztán itt New Yorkban találkoztam két fejes sráccal, a Eugene Black és a Danny Boy. És akkor írtuk ezt a blues-t, ezt a Black Knight blues-t. Szallod ezt a Black Knight blues-t? Na. Én kórházban megvozom ott Harlembe. De lesz, kocsmám lesz, tudod? És oda, ott jönnek a srácok, és toljuk. Toljuk, amíg élünk. A zene jó. Plusz adottság ennek a társaságnak.
hogy minden mást is tudnak, mint a színészet, sok mindent. Sokkal jobbak vagyunk.